BMW Bytes. Sziasztok, ez itt a BMW Bytes, azaz a BMW falatok május 11-i adása. Harapjunk is bele! A negyedik évadával hivatalosan is véget ér a Tom Clancy regényein alapuló Jack Ryan az Amazonon. A jelenleg forgó negyedik évad lesz az utolsó a John Krasinski főszereplésével készült sorozatból. Krasinski eredeti szerződése 4 évadra szólt, amikor felvette azt a szerepet, amit előtte Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck és Chris Pine is életre keltett. Ugyanakkor ez nem biztos, hogy tényleges véget is jelenti, ugyanis az Amazon Studios megpróbál franchise csinálni belőle. Fejlesztés alatt áll ugyanis egy spin-off sorozat, mely a harmadik évad végén bemutatkozó Michael Pena karakter Dink Chavez köré épülne. A karakter elég szerves része a Ryanverse-nek, hiszen 22 regényben is felbukkam. Az NBC berendelt az Esküdtellenségek 22. és az Organized Crime 3. évadát. Tom Brady minden idők egyik legjobb szerződését ütötte nyílbe a Fox Sports-szal, miután majd egyszer visszavonul. A 7-szeres Super Bowl győztes irányító, aki idén nyáron már 45 éves lesz, miután befejezi profi karrierjét, várja egy hely a Fox Sportnál, ahol ő lesz a vezető elemző. A visszavonulásából visszatérő irányító idén is a Tampa Bay játékosa lesz, de miután úgy dönt, hogy végleg szögre akasztja a kesztyűjét, egy zsíros, 375 millió dolláros szerződés várja majd. Noha, ezt a számot a Fox tagadja. A CBS 2 évados berendelést adott az egész FBI franchise-nak. Az FBI 5.-6. évadára, az FBI Most Wanted a 4.-5., az FBI International pedig a 2.-3. évadára térhetnek majd vissza, miután nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a CBS megnyerje a 2021-22-es televíziós szezont. Az FBI a 2. legnézettebb sorozat a csatornán az NCIS után, míg az International a 2. legnézettebb újonca volt a szezonnak, de még a Most Wanted is bent van a 10 legnézettebb network sorozat között. Mindegyik széria a Wolf Entertainment és a Universal Television gyártása, és keddesténként futnak. Az FBI franchise mellett a napokban a CBS szintén 2 évados berendelést adott az Equalizer sorozatnak is. A sci-fi feltámasztja a Surreal Estate-et Tim Rosonnal és Sarah Levi-jal, akik mégiscsak visszatérhetnek a képernyőkre. A sci-fi ugyan tavaly elkaszálta a kanadai sorozatot, de 2023-ban mégis visszahozza. A Hulu 2 évad után elkaszálta a Kat Dennings, Brenda Song, Shay Mitchell és Esther Povitsky csajos sorozatát, a Dollface-t. London Tor érkezett a The Boys ifjúsági spin-offjának egyik főszerepébe Raina Hardesty helyére. Rajta kívül Derek Lou, Asha German és Shelley Cohn csatlakoztak még a forgatás alatt lévő produkcióhoz, melyet Michelle Fazekas és Tara Butters készít, és 18-as besorolású lesz. Regényadaptációk. Az FX sorozatot készít Kazuo Ishiguro Ne engedj el című regényéből, melyből 2010-ben már készült egy film Keira Knightley-val, Andrew Garfield-dal és Carey Mulligan-nel. Szintén az FX fejlesz sorozatot az ausztrál író Dervla McTiernan legújabb regényéből, a The Murder Rule-ból. Jason Isaac és Leo Rez is benne lesznek a Tom Hollandos Mudrusso Cornél által rendezett The Crowded Room című Apple antológia sorozatban, melynek alkotója Akiva Goldsman. A további fontosabb szerepekben Amanda Seyfried, Emil Rossum lesznek láthatóak. A Dead and Gone True Crime podcastből Joe Berlinger fejlesz sorozatot. A műsor több eltűnt és megölt Grateful Dead rajongóról szól. Az Elveszett Város május 10-én érkezik a Paramount Plus-ra, Amerikában és Kanadában. A világ többi részén majd egy későbbi időpontban válik elérhetővé. A Rolling Stones-nak adott interjújában a Dr. Strange az Őrület multiverzumában írója elárulta, hogy szerette volna, ha egy rövid cameóraig Tom Cruise eljátszhatta volna egy alternatív vasembert. De mivel Cruise annyira elfoglalt a Mission Impossible filmekkel, így meg se keresték a népszerű színészt. Tom Cruise ott volt az eredeti elképzelések között, hogy eljátszhassa Tony Stark figuráját, mielőtt az Robert Downey Jr.-nál landolt volna. Az Avatar The Way of Water első teaserét 148,6 millió néző nézte meg csak az első napján. Szuper ajánlattal lép a magyar piacra a Disney Plus. Tegnap elindult a feliratkozás a streaming szolgáltatásra, melynek első évére 8 hónap áráért lehet előfizetni 19.890 forintért, ami kevesebb, mint 1600 forintra jön ki havonta. Ez volt mára a BMW Bytes. Találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában rendkívül gazdag hetet kívánok. Frasier has left the building.